Így néz ki az év házi orvosa érdemérem, amelyhez egy oklevél is járt dr. Szerényi Nikolettának. Az országos versenyben közel 100 házi orvos pályázatát bírálta el a szakmai zsűri több kategóriában. A zsűri döntése értelmében az év legjobb prevenciós gyakorlatát Tiszadobon valósították meg. Az, hogy a betegek úgy gondolják, hogy csak akkor kell orvoshoz jönni, amikor betegek, ez ugye ez olyan szempontból rossz, hogy pont a prevenció az, ami nagyon fontos, hiszen itt korai stádiumban szeretnénk betegségeket kiszűrni, ezáltal korai stádiumban kezelni ezeket a betegeket. Sőt, van olyan betegünk, akik korai stádiumú kezelést kaptak, és ezáltal nem alakult ki, vagy nem alakultak ki a szövődmények, sőt, meg is szűnt a betegség. És ezért ez egy nagyon rossz koncepció, hogy csak akkor keresik fel a rendelőt, kvázi bennünket, hogyha betegek. Mi azt szeretnénk, hogyha a prevencióban vennének részt. De 2019-ben volt egy nagyobb szabású prevenciós akció, akkor nagyon sokan jöttek el. Szerényi Nikoletta 2018-ban kezdte meg házi orvosi praxisát Tiszadobon, és kezdettől fogva igyekezett bővíteni az egészségügyi szolgáltatásokat a különböző előszűrésektől a pszichológiai segítségnyújtásig. Itt olyan betegségeket is szűrtünk, amit eddig nem. Tehát eddig a kardiovaszkuláris szűrés, a cukorbetegség, a koleszterin, ezeket szűrték, és akkor amit mi még megcsináltunk, az a demencia szűrés volt, ami szerintem nagyon fontos. Pont az a lényege, hogy korai stádiumban fedezzük fel, amikor még a betegnek nem tűnik fel, még a környezetének sem tűnik fel, de azért vannak rá bizonyos olyan vizsgálatok, akár könnyű tesztek vagy kérdőívek, ami kapcsán azért ez a betegség előtérbe kerülhet, és ha akkor abban a stádiumban kezeljük, akkor ki sem fog alakulni. A légzés funkció, itt ugye spirométerrel történtek ilyen típusú vizsgálatok, érszűkületmérés, ilyen eszközünk is van, azt is csináltuk, depresszió szűrés, ez is fontos, és amit mi még véghez vittünk, az a dependenciáknak a foglalkozása, tehát a dohányzás, illetve az alkohol program. Itt is volt, egy pszichológus dolgozott az itt élőkkel. Dr. Szerényi Nikoletta nem olyan házi orvos, aki hipohondernek bélyegzi azokat, akik komolyabb panasz nélkül is felkeresik őt, épp ellenkezőleg. Nem, mi el szoktuk őket kapni, hogy oké, akkor most ha bejött, akkor csináljunk meg mindent. Hiszen van olyan beteg, akinek 10 éve nem volt laborja, vagy nem látta orvos, vagy mondjuk a vérnyomás sem értek neki. Nem azért, mert nem végzik el máshol, mert nem jár el orvos, mert úgy gondolja, hogy ő nem beteg, hogy neki nem lehet ilyen betegség, és utána kiderül, hogy de van sajnos, amit kezelni kell. És nekünk az a céljunk, hogy megelőzzük ezeket a betegségeket, illetve ugye a szövődményeket. Leginkább szekunder prevenciót végzünk, ez ugye másodlagos prevenció, a már kialakult betegséget szűrjük meg. De nekem az a célom, hogy elsődlegesen megelőzünk betegségeket, és ehhez viszont egészségnevelés kell, ami nem elegendő felnőtt korban, hanem már a gyermekeket kellene nevelni. Szerényi Nikoletta azt mondta, az elismeréssel járó mintegy 2 millió forintos támogatást új eszközök, köztük egy mini labor beszerzésére fordítják, amelynek segítségével több laborvételi alkalmat fognak majd biztosítani. Emellett a jövőben többféle daganatos betegségre tudnak szűrni, sőt légzőszervi és hallásvizsgálatokat is tudnak majd végezni, valamint nagyobb számban tudnak rendelkezésre bocsátani vérnyomásmérőket a lakosság számára.